Pécsi bácsi bárhol él, jól magát csak Pécset érzi. Én is Pécsi bácsi vagyok, gyerekek. Bonyó Jóska bácsinak hívnak, aki már több mint 60 éve él Pécset, de eredetileg nem volt pécsi. Én azonban ennél is régebbi mesét fogok elmondani nektek. Pécsi, Pécsi bácsi bárhol él, jól magát csak Pécset érzi. Egyszer volt, hol nem volt, 65 évvel ezelőtt, 1951-ben Siklóson élt egy kisfiú, akit Bonyó Józsikának hívtak. Nagypapája parasztember volt, 25 volt földön gazdálkodott. A korabeli hatalom ezt bűnnek tekintette, így aztán nagyapámnak is elvették a földjét és TSZ-be adták, őt pedig azzal büntették, hogy elszakítva családjától komló építésére kényszerítették kőművesként. 1951 nyarán édesanyám, nagyanyám, meg a testvérem és én fölkerekedtünk, hogy Siklósról Komlóra utazunk, meglátogassuk a nagyapámat. Ekkor csak Pécsen keresztül lehetett Komlóra utazni, mégpedig lett úgy, hogy Siklóson vonatra szálltunk, olyan vonatra, mert hogy akkor még volt vonatközlekedés Siklós és Pécs között, amit ilyen mozdony húzott, 4-5 kis személykocsival. Pécset, amikor megérkeztünk a pályaudvarra, ami most is látható, csak akkor egy kicsit másképp nézett még ki, nem autóbuszok tömege várt bennünket a pályaudvar előtt, hanem egy villamos. Villamosra szálltunk, mert hogy ekkor tájt, 1913 és 1961 között Pécs legfontosabb tömegközlekedési eszköze a villamos volt. Ezzel a villamossal lehetett fölmenni a Széchenyi térig. Ez a vonal azonban csak egyik szárnyvonala volt, mert a fővonala az a Hadapród iskolától, ma ez az Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje a Szigeti úton, egészen a Zsolnai gyárig lehetett menni, ahonnan is a Buzatértől még leágazás volt a régi kisállomásra, ami ma már nem igazán működik. No, ezzel a erre a villamosra pattantunk mi föl, és mentünk el a Széchenyi tér felé, de nem mentünk el egészen a Széchenyi térig, hanem leszálltunk a Kossuth téri megállóba, mert a Kossuth tér központi szerepet játszott ekkor a város közlekedésében. Itt volt tudnélik az autóbuszpályaudvar. Nem a városon belüli járatokat indították innen erre az autóbuszpályaudvarról, hanem a vidéki járatokat. Mi is kerestük a buszt, ami megy Komló felé, bennünket azonban nem autóbuszhoz irányítottak, hanem teherautóhoz. Mert hogy Komlóra ponyvázott teherautók jártak, amelyeknek a platójára deszkapadokat erősítettek támla nélkül. Ezekre kellett letelepednünk, és ezzel utaztunk el Komlóra megtekinteni nagyapánkat, meglátogatni nagyapánkat, egy kis hazai elemúzsiát vinni neki. Csak Pécset érzi, jó kedve az ég igény, és felette az ég is pécsi.